Koncsér Gergely. A miskolci születésű magánénekes egy évtized alatt a legváltozatosabb repertoárt építette fel Mozarttól a kortárs szerzőkig. Az opera kamaraénekese, a közelmúltban pedig Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Lássuk, hogyan boldogul a népszerű tenor a kérdések özönével, alfától operáig. Magad oldod meg a póktalanítást és poloskátlanítást? Nem. Betanítottam a pókokat, és a poloskákat ők eszik meg. Aztán a pókok pedig elvonulnak, és megeszik a sáskákat kint a mezőn. Mikor döntötted el, hogy művészettel fogsz foglalkozni? Még nem döntöttem el biztosan. Lennél-e pilóta? Van-e tériszonyod? Tériszonyom van. De lennék pilóta, hát ha azzal leküzdöm a tériszonyom. Mi hiányzik a legjobban, amit a pandémia miatt most nem tehetsz meg? Hogy mutogassam az arcomat az embereknek. Igazából maszkban nagyon utálok lenni. Szerinted mik egy barátság legfőbb ismérvei? Az idő, meg az, hogy fölveszi nekem a telefont bármikor, hiszen nem tudja, mikor vagyok bajban. Milyen szempontok szerint rendezed a könyvespolcodat? Vannak a szerelmes, romantikus, jaj, az nincs, igen, hanem szín szerint, azt hiszem, igen, szín szerint. Volt-e olyan sportoló, akit megkönnyeztél? Nem nagyon nézek sportot. Néha a kézilabdát nézem, és igazából azoknak nagyon örülök, és szerintem sikeresek is a magyarok, úgyhogy sírni nem, de nagyon tapsolok. Lakásban, vagy a szabadban szereted inkább tölteni a szabadidődet? Abszolút a szabadban, abszolút. Biciklizés, kertészkedés, bográcsozás, ezek a legjobb programok. Hol túrázol szívesen az országban? Nagyon szeretem a Pilist, ott nagyon szeretek biciklizni, és a Bükk környékén nőttem föl, úgyhogy oda még nagyon szívesen megyek vissza, ha tehetem. Mi volt a legemlékezetesebb külföldi fellépésed? 2013-ban, ha jól emlékszem, voltunk majdnem 4 hetet az operaházzal Japánban, és az volt a legemlékezetesebb. Nagyon nehezen viseltem a távolítet, rettenetesen honvágyos vagyok. Milyen idegen nyelven beszélsz? A konyhában nagyon sok nyelven el tájékozódok, németül és angolul. Melyik elem illik a legjobban a karrieredhez? Föld, tűz, víz, levegő? Vagy esetleg valami más? Hát a föld, mert az egyik a föld, mert racionálisan gondolkodom, és két lábbal a földön járok, meg a levegő, mert a légzés nagyon fontos az énekléshez. Műfenyő, földlabdás vagy vágott? Műfenyő egy pár éve, de már megbántam. Utólag szépült meg, vagy eleve szép is volt az iskolák időszaka? Nem volt szép sajnos, és ha jobban belegondolok, nem is szépült meg. Főleg az előttem ülő kislánynak, aki az utolsó 2 évben már indigózta a dolgokat nekem, mert írni is nagyon utáltam. Jártál már a zsinórpadláson? Egyszer. Nagyon jó volt, de mivel tériszonyom van, ezért nem megyek többször, és valószínűleg pilóta is ezért nem leszek. Mi az, ami a legjobban hiányzik szerinted az Erkelből? Én, azt hiszem. Meg az énekesek, meg a nézők, meg az előadások. Most egy csomó minden hiányzik ahhoz, hogy jól működjön az a ház, vagy hogy egyáltalán működjön. Lekapcsolod a lövöldözős filmeket? Nem, szeretem a lövöldözős filmeket. Szerintem kikapcsolnak a lövöldözős filmek. Kiskorodban először beszéltél, vagy énekeltél? Vagy táncoltál? Azt hiszem, hogy gitároztam. Az volt. Aztán lehet, hogy közben énekeltem is, de elsősorban gitároztam. Asterix vagy Obelix? Vagy Belmondó vagy Dölon? Akkor már inkább Belmondó. Vagy Belmondó és Dölon együtt. Van-e otthon biciklid és használod-e? Van otthon biciklim, de nem otthon használom, hanem például a Pilisben, mint ahogy már mondtam, ott nagyon szeretek túrázni és biciklizni, meg... Most, hogy megcsinálták a bicikliutat Szentendrére kifele, az is nagyon szuper. Vesztek ajándékot a barátokkal egymásnak, vagy a legnagyobb ajándék maga a barátság? Nem veszünk ajándékot. Én általában ajándékellenes vagyok, mert azt gondolom, hogy az emberek, amire szükségük van, megveszik maguknak, és tényleg, hogyha most nekem valakinek ajándékot kell venni, tiszta nyújjuk, hogy most akkor mit vegyek neki, és végülis felesleges dologra fogom elkölteni a pénzt. De ha már a barátokról van szó, akkor biztos meghívom egy sörre, annak tuti örül.